Újabb takarékossági intézkedésről döntött a kormány. Változnak az iskolai szünetek időpontjai. Őszi szünet helyett idén hosszabb lesz a téli szünet, egészen január 8-áig tart majd. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, központilag nem lesz kötelező az őszi szünet, de a tanintézmények saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy megtartják. Gulyás Gergely hozzátette, a téli szünet idejére kormányzati igazgatási szünetet is elrendelnek, hogy így spóroljanak az energiával. A Mindszenty József Általános Iskola gimnázium és kollégium Zalaegerszeg legnagyobb oktatási intézménye. Több mint 900 gyermek tanul itt 14 ezer négyzetméteren, az elsőtől a 12. évfolyamig. 4-5 éve lett kicserélve, tehát azért viszonylag modern kazánok, és ezzel fűtjük a régi épületet. A 100 éves épületnek így néz ki a fűtési rendszere. Az energiatakarékosság érdekében folyamatosak a fejlesztések. A kazánokat néhány éve kicserélték, több mint 400 új nyilászárót is kapott az intézmény, és nemrég szigetelték is az épületet. Az igazgató szerint ez idén kimondottan hasznukra válik, hiszen a rezsiszámla jelentősen emelkedni fog. Nagyjából 10-szeres áremelkedésre számítunk, ezt kell kigazdálkodnunk. Ezt valószínűleg bizonyos beruházásra elkülönített pénzekből fogjuk tudni majd megtenni ebben az évben. Most ebben nyilván, hogyha a leghidegebb időszakban kell kicsit rövidebbet vagy alacsonyabb hőmérsékletet tartanunk, vagy rövidebb ideig fűtenünk, akkor azért ezen látszódni fog ezen a számlán. Nem csak ez a zalaegerszegi intézmény szeretne takarékoskodni. Idén télen az iskolák és óvodák országszerte igyekeznek spórolni az energiafelhasználáson. Ebben segít most a kormány legújabb döntése is. A téli szünet hosszabb lesz, mint az elmúlt években megszokott volt. Ez is lehetővé teszi azt, hogy az energiával spóroljunk. Az őszi szünet elmarad, és helyette hosszabb lesz a téli vakáció. Ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, december 22-től január 8-áig otthon lehetnek a diákok. December 22-től január 8-áig fog tartani az iskolákban a téli szünet. Ez azt jelenti, hogy december 21-e az utolsó nap, amikor még iskolába kell menni, és január 9-e az első. A tanulók naptára tehát így változik. December 20-a helyett 21-e szerda lesz az utolsó tanítási nap. Az új évben pedig január 9-én mennek majd először iskolába a gyerekek. Eredetileg ez január 3-a lett volna. A változás az őszi szünetet is érinti. Nincs központilag őszi szünet. A téli szünet meghosszabbításáról az őszi szünet rovására döntött a kormány, tehát központilag meghatározott kötelező őszi szünet nem lesz, közölte Gulyás Gergely, aki kiemelte, a tanintézmények saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy megtartják. Miután háromnapos igazgatási szünetet az iskoláknak lehetőség van elrendelni, tehát minden igazgató tankerület három napról saját maga dönt, ezért azt ne zárjuk ki, hogy sokan ezzel élni fognak. De központilag őszi szünet nincsen. A miniszter azt is bejelentette, hogy a téli szünet időszakában kormányzati igazgatási szünet is lesz. Ezekben a napokban kötelezően szabadságot kell kivenniük a kormányzati igazgatásban dolgozóknak, hogy ezzel is spórolhasson az állam.